Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Ki az, aki nem elégedett a jelenlegi világunkkal? Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Túl sok baj van vele? Most hallgattam egy rádió műsort, és hogy ez nem a reklám helye, van egy olyan rádió műsor, hogy poptarisznya.hu, egy internetes rádió műsor. Ez a Bétót Lászlóval fémjelzett adó, és hát néha szoktam hallgatni, ugye ez, tehát nincsenek reklámok, hanem csak zene. És egy 2016-os adást ismételtek. Igen, ahol a Komjátival beszélt, tehát együtt tartották a műsort. És ugye a Komjáti beszélt a Csekke Lászlóról is. És akkor csak azért mondom ezt, mert már 16-ban azt mondták, arról beszéltek, ugye a Komjáti meg a Bétót, hogy hát egy elég nem túl jó világban. Most, ez 8 évvel ezelőtt volt, hogyha itt számolgattok, érted? És ahhoz képest mennyit romlott a világunk, gondoljátok végig. 16-hoz képest. Tehát hirtelen itt az elmúlt 4 évben annyit romlott, mint mondjuk előtte, vagy 20 éven keresztül, vagy 25 éven keresztül. Tehát úgy durván. De már mondom, 2018-ban, mikor egész, vagy 2016-ban, ugye az 2016-os volt, egy húsvéti felvétel egyébként, és már akkor arról beszéltek, hogy milyen nem jó világ van. És ahhoz képest, ha valaki ezt nem látja át, hogy a világ romlik, akkor nem tudom, hol él. Nem? És hát miért nem jó ez a világ? Mert ha megnézitek, az emberek azok ilyen elbutulás alatt vannak. Tehát egyre tudatlanabbak az emberek. Mivel kapcsolatban? Nem a szakmájukkal, de hát a szakmát, mert jó szakembert se nagyon találsz. Tehát ezen a téren is van egy érdekes működés, hiszen már lassan azt lehet mondani, hogy jó szakemberek kihaltak. És hát nem tudom, ki az, aki már építkezett vagy felújított életében, és kellett szakembert alkalmazni, vagy föl. Oké. És nem tudom, mit tapasztaltatok ezzel kapcsolatban. Én azt tapasztaltam, hogy régebben, a nagyon régi, még az én előtt, nem is az én előtt, tehát az én generációmnak az eleje, ott még jó szakemberek voltak. És ugye az én generációm most már lassan teljes egészében elindul nyugdíjba, hiszen 67-ig van az én generációm, és ugye Magyarországon, ha jól emlékszem, 65 az átlag élet, tehát a nyugdíjba vonulás, nem az átlag élet, hanem a nyugdíjba vonulás. Tehát a nyugdíjba vonulás, és hát ugye a szakemberek, amikor szakemberekről beszélek, akkor elsősorban férfi szakemberekre gondoltam, mert ugye mi női szakemberekkel nem dolgoztattunk, max csak fodrász, vagy esetleg a feleségem, mit tudom én, kozmetikus, vagy műkörmös, vagy ilyesmi. De hát az építkezéseknél ugye az ember férfi szakembereket szokott alkalmazni jellemzően, és sosem láttam női szakembert ezen a téren, bár lehet, hogy már vannak, nem tudom.
És hát én azt láttam, hogy még kezdetekben tényleg volt olyan szakember, akivel elégedett voltam. Annak ellenére, hogy én nagyon sok mindent meg tudtam csinálni, mondhatom, hogy egy ilyen ezermester vagyok. De hát vannak olyan dolgok, amit inkább szakemberre bíztam, például a burkolást vagy a vakolást. Tehát a lenti burkolásra gondolok, vagy a vakolásra. És hát régen volt olyan kőműves, akivel elégedett voltam, meg burkoló. Aztán utána ugye egyre kevésbé. Azt most már úgy néz ki, hogy az ilyen szakmunkákat, jellemzően mondjuk építőipari szakmunkákat, azokat általában nem idén barnultak csinálják már. Igen. És hát már két olyan csapat dolgozott nálunk, amelyik nem idén barnult volt. Megmondom őszintén, egyikkel sem voltam elégedett, egy picit sem. És mind a két csapat, ahogy szokták mondani, cigánykodott. Ahogy szokták mondani. Jó, tehát érdekes ez a jelenlegi világunk, de hát nyugaton is ez van, hát most már Magyarországon is ez van, hogy a szakmunkákat vagy a bevándorlók csinálják jellemzően ott, hát nálunk meg, hát kik csinálják? Vagy nem idén barnultak, vagy bevándorlók, azok nincsenek. Jó, tehát érdekes világunk van ebből a szempontból is. Érdekes világunk van. És most gondoljuk végig, hogy még az én generációm az csak-csak valahogy elboldogult a szakmunkákban. Hát mi lesz, hogyha teljes egészében az én generációm is elmegy nyugdíjba? Következő generáció a szakmunkában mit fog csinálni? Tehát mit fog csinálni? Tehát egy érdekes világot élünk, tehát ugye ha megnézitek a múltban, a fiatalok ezt nem tudják, hogy régen mindenki, hát nem mindenki, a városlakók. Tehát a nagyvárosokban vagy nagyobb városokban lakók azok, akik bérházba költöztek, ugye akik bérelték a lakást, azok kivételével, meg akik esetleg meg tudták venni a múltban a lakást, bár régen nem vettek lakást. Tehát régen a lakások azok nem tulajdonban voltak, csak hogy tiszta, világos legyen. Még ugye az én, tehát az én időmben is, amikor fiatal ember voltam, gyakorlatilag a rendszerváltásig nem volt olyan, hogy a lakásokat azt saját tulajdonban lett volna, nem volt. Tehát vagy családi ház volt, vagy bérelt lakások voltak, legalábbis itt Magyarországon. Tehát nem voltak tulajdonban. Én nem emlékszek egy olyan ismerősöm se, aki lakásba lakott, és az a saját tulajdona volt a rendszerváltás előtt. És ami azt jelenti, hogy tehát még egyszer, a lakásokat bérelték, a családi házakat meg maguk építették. Érted? Tehát az országban rengeteg tulajdonban lévő családi ház volt, mert maguk építették föl. És sok esetben, mint például mi is, ugye az építkezés nagy részét azt magunk csináltuk. Most elérték azt már, hogy az emberek ne csinálhassanak maguk semmit, csak szakemberekkel, de szakemberek meg nincsenek, vagy jó szakemberek nincsenek, és mindent leszabályoztak, hogy ne csinálhassák az emberek maguk a saját lakásukat, érted? Tehát a saját házukat, mert ugye nem lakást építettek, hát nyilvánvaló, hanem házat építettek. És ma már bárki házat akar építeni, akkor ugye tervrajz, engedély, szakemberekkel igazolni, stb. Stb. És
és ugye mindent szakembereknek kell csinálni. Hát nyilvánvaló ezáltal az, hogy valaki saját tulajdonú házba kerüljön, tehát megint csak nem lakásról beszélek, hanem családi házról, hát az brutál sok pénzbe kerül. Tehát nem mindegy, hogy mit tudom én, mondjuk 10.000 forintos órabérrel fizetget az ember egy szakembernek, érted? Vagy neki áll, és mivel mondjuk dolgozik 3.000 forintos óradíja, vagy díjért, hát a 10.000 forintos különbség a 3.000 és a 10.000 forint között megéri, hogy ő csinálja, nem tudom, világos, vagy megérné, hogy ő csinálja. Ez régen is így volt egyébként, csak nem volt talán ekkora különbség. És hát de már ezt nem lehet. Tehát mindent agyon szabályoztak, hogy valahogy kizsigereljék a lakást, az embereket, tehát hogy ne legyen saját lakásuk. Ha lesz saját lakása valakinek, illetve hát háza, akkor az bérelt legyen. Nem ház, bocsánat, az lakás legyen bérelt, vagy ugye hitelből vegye meg. Tehát ugye arra törekednek, hogy eladósodjanak az emberek. És ez az egész megint az USA-ból jött, és ezért aki nagyon ilyen USA párti, az nyalja csak az amerikai seggét. Oké? Szóval lényeg az, hogy ezek a marhaságok is, ezek a túlszabályozások is az USA-ból származnak természetesen, és akkor utána Nyugat-Európa, utána Kelet-Európa, vagy Közép-Európa. Szóval megnehezítették az életüket az embereknek. Tehát gondoljátok végig, hogyha egy embernek egy élet során kell hitelt fizetni, mert ő saját tulajdonú házba akar lakni. Tehát lakásról ugye most más a helyzet, mert nagyon sokan laknak már saját tulajdonú lakásba. Tehát régen nem volt olyan, hogy társas házban tulajdonrész. A rendszerváltozással, csak hogy tiszta világos legyen, létrehoztak olyan törvényt, ahol a társas házakat fel lehet osztani tulajdonra. Addig nem lehetett. Tehát a társas házban lakott valaki, akkor azt tudod, hogy volt? Az úgy volt, hogy mindenki tulajdonosa volt mindenkinek. Érted? Minden ingatlannak, nem csak az övének. A rendszerváltás előtt társasházi tulajdon az így működött. Úgy működött, hogy az nem az övé volt, hanem mindenkinek, mit tudom én, egy társasházban volt 20 lakás, és az ugye, ha netántán tulajdon lett volna, de nem mondom, nem voltak ilyenek, hogy tulajdon, de netántán tulajdon lett volna, akkor mindenki mindenkinek a tulajdonos, minden lakásnak a tulajdonosa. Világos ez? Ez még most is így van az olyan területeken, amit nem nyilvánított a társasháznak. Érted? Tehát olyan, ahol van egy udvar, és van rajta sok ingatlan. Érted? És ott az nem az övé teljes egészében, mert minden lakásban benne van a tulajdonuk, érted? Tehát mit tudom én, az udvaron laknak 10, mondjuk van 10 lakás, akkor mindenki mindenkinek a tulajdonosa, érted? Nem tudtad, hogy így van? Ez pedig így van. Csak hogy tiszta világos legyen, ez így van. Tehát csak ott van másfajta tulajdonosi megosztás, hogy az a lakás a tied, amely társas háznak van nyilvánítva. Érted? De ahol ilyen, ugye, ház részt veszel, tehát ahol van egy ilyen, mit tudom én, úlakban vannak a házak az udvaron, érted? És egymáshoz vannak építve, azok nincsenek társas háznak nyilvánítva. A ház részek azok úgy működnek, hogy ott a mit tudom én, megveszed a lakásodat, és mondjuk az összes lakás 700 négyzetméter, a tied meg 70,
akkor neked van 10% tulajdonrészed. Érted? Nem 100% tulajdonrészed a lakásodban, hanem az egészben van 10% tulajdonrészed. És ez mindenütt így van, ahol házak vannak egy udvaron. Még akkor is, hogyha lakásokat alakítottak ki bennük, tehát egy háztömb, csak lakások vannak benne kialakítva. Akkor is így van. Jó? Mert ha nincs társasháznak nyilvánítva, akkor nem lehet a tulajdona az illetőnek. Ezért, hogyha valaki lakást vesz, illetve házrészt vesz, akkor tudja azt, hogy ő csak egy rész tulajdonos. És ezáltal ugye igazából őnek van egy lakása, jó, azt be is tartják, hogy az az övé, de akkor is ő csak a saját lakásának 10%-ban tulajdonosa, és minden lakásnak 10%-ban tulajdonosa. Úgyhogy gondoljátok végig, ezt megint csak nem tudják az emberek, hogy ez így működik. És lényeg az, hogy ugye egy olyan érdekes világban élünk, hogy elérték, hogy az emberek azok ne építkezzenek, ne tudjanak építkezni saját maguk önerőből. Az önerő azt is jelenti, hogy ő építi. Hát most gondoljátok végig, anno a házamnak, vagy a házunknak a körülbelül a felénél a villanyszerelést már én csináltam. Ami azt jelenti, hogy ott voltam a villanyszerelő mellett, és néztem, hogy mit csinál. Megcsinált egy kis részt, utána az összes többit én csináltam. Jó? És ha valami gáz van a villanyunkkal, simán megcsinálom. Tehát simán megcsinálom. Mert én csináltam. Tehát tudom, hogy milyen gáz lehet. Hát az, hogy a csatlakozások előregednek, és ki kell cserélni. Jó? Tehát ennyi lehet. Más nem, hála Istennek. Szóval, lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol ha nem látod át, hogy szánt szándékkal megnehezítik az ember életét, az emberek életét, szánt szándékkal nehezítik az emberek életét, akkor te nem tudom, hol élsz. Hát nem tudom, hogy hol élsz. És ugye, hát van egy szabály ezzel kapcsolatban, az a szabály, hogy ahol az emberek nem boldogok, ott jelen van az elnyomás. És bőszen munkálkodnak az elnyomók. És akkor még nagy baj nincs is, hogyha csak a te környezetedben, a ismeretségi, baráti körödben vannak elnyomók, mert legfeljebb kevesebbet kommunikálsz velük. Akkor van baj, ha hatalomba bekerülnek elnyomók, és szánt szándékkal megnehezítik az emberek életét. Na most gondold végig, ha így túlszabályoznak mindent, például egy építkezést, és mindent szakemberrel kell csináltatni, miért jó az államnak? Attól miért lesz sokkal több bevétele? Nem lesz sokkal több bevétele. Érted? Mert a szakembereknek lesz bevételük, akik már igazából a nagy része a szakembereknek kontár. Érted? Nem szakember. Tehát akik szakemberek dolgoztak a házunknál valaha, összes kettővel voltam elégedett. Pedig vagy tizenvalahány dolgozott, érted? Kettővel. Jó, tehát ez olyan, mint hogy van egy ismerősöm, vett egy lakást, egy vadi újat, tehát vadi új lakást, és zöld lakást vett. Az azt jelenti, hogy nulla fűtési energiájú lakást vett. Ezáltal ez a lakás négyzetméter ára sokkal, de sokkal több volt. Viszont adtak rá ugye állami támogatást, mert a zöld lakás vásárlásra olyan jellegű állami támogatást adnak, hogy a kamat az kevesebb. Érted? Tehát a hitelkamat az jóval kevesebb. Tehát ez egy ilyen nagyon kedvezményes kamatozású hitelt lehet fölvenni a zöld lakásokra, de a zöld lakásoknak a négyzetméter ára az a csillagoség. És megvette ezt a zöld lakást, és a kivitelező úgy csinálta meg a fűtést,
hogy nem jó. Hogy nem nulla a költség, hanem rendesen fűteni kell. De nem perelhetik meg be, mert akkor visszavonják ezt a zöld minősítést, érted? Tehát a kivitelezőt nem perelhetik be. Mert ha elkezdik beperelni a kivitelezőt, akkor a lakásoknak, nem az egy lakásról van szó, ez egy lakótelep. Érted? Akkor visszavonják az egész lakótelepnek a zöld minősítést. Az azt jelenti, hogy akkor a zöld hitelt is visszavonják, érted? És akkor rögtön átmegy nagy kamatozásúra, mert elveszik az állami támogatását, a kamattámogatást. Szóval érdekes világban élünk, csak hogy mondjam, hogy milyen világot élünk. Jó? De hát kérdésed van, majd a szünetbe fölteszed. Szóval lényeg az, hogy ugye manapság már vesznek lakásokat, mondom, régen nem lehetett lakásokat venni, mindenki bérlakásba lakott, aki lakásba lakott. Úgyhogy ez egy érdekes helyzet volt. Házakat lehetett venni. Például sorházban egy lakást is lehetett venni, de hát akkor is házat vett az ember. De azt már lehetett venni a szocializmusban. De a rendszerváltás óta ugye lehet lakásokat is venni. És ez csak úgy gondolatként így eszembe jutott, hogy így felvilágosítsalak ezzel kapcsolatban benneteket, hogy tiszta és világos legyen. Tehát ugye sok olyan ismerősöm van, aki ragaszkodik, ez egy másik történet, jó? Tehát másik gondolat, teljesen független az előzőtől. Van, rengeteg olyan ismerősöm van, aki ilyen bio étkezést akar folytatni. Jó? Tehát bio. Ezáltal ugye vannak olyanok, akik saját maguk termelnek. Tehát termelnek. És akkor azt mondják, hogy az, amit ő termel, az akkor tudja, hogy hát miből van meg, hogy igen, de ez nem tudom, tudjátok-e, hogy mekkora föld kellene ahhoz, hogy az ember mindent megtermelje. Na most, ha megveszi, akkor mi a garancia, hogy bio? Oké? Tehát még akkor is, hogyha bio minősítése van, ott van rajta bio jel, mi a garancia, hogy bio? Így van. Tehát az már nem általa ellenőrzött, az lehet általa ellenőrzött, amit hát az illető maga megtermel, nem? Hát mi ugye nekünk van kertünk, próbálgattunk valamicskét régebben termelgetni benne, aztán feladtuk, mert minden tönkre ment, érted? Tehát bármit csináltunk vele, most ami van, van egy pár gyümölcs, van meg, van szőlő, de hát az idei szőlőtermés az gyakorlatilag katasztrofális volt, tehát úgy értve, hogy tönkrement. Tehát volt bőven szőlő, csak tönkrement a nagy része. Szóval lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol hát biztos, hogy van valami, mert tudom én, úgy tudtam termelni a szőlőt, érted, a kertemben, hogy gyakorlatilag nem kellett permetezni, érted? Most már csak azt nem kell permetezni, mert kifejezetten direkt termő. Azt nem kell. De ott is valami furcsaság volt, mert a kék szőlő az félig szürke volt, érted? A bogyók. Ilyen félig szürke, félig kék. Tehát az íze nem volt gond, az ízével nem volt gond, csak a színem még ilyet nem láttam. Na mindegy, lényeg az, hogy ez most azért mondom, mert én rendszeresen látom, fölnézek az égre, akkor kimegyek a házból, és látom a csíkokat az égen. Oké? Régen nem voltak csíkok. Ha ment egy repülő, akkor az mindig eloszlott.
és az elmúlt pár évben, nem is tudom, 5-10 évben lassan vannak csíkok, nem mindig, de gyakran, azt lehet mondani, hogy gyakran vannak végig csíkok az égen, és megy egy repülő, az egyik húz csíkot, a másik nem húz, fönt megy, és az egyiknek van csíkja, a másiknak nincs csíkja. Nem érdekes? Hát miért más üzemanyaggal közlekedik? És akkor az ember egy kicsit utána néz ezeknek a dolgoknak. Régebben, egy-két évvel ezelőtt a Gergőnek, a fiamnak volt egy olyan telefonon egy olyan applikációja, egy olyan program, ahol lehetett nézni, hogy a repülők már merre járnak, a járatok merre járnak, és mivel a műholdra volt összeköttetésben ez az applikáció, azt is mutatta, hogy milyen felhők vannak, és lehetett látni ezeket a csíkokat, képzeljétek el. Erre gyorsan megszüntették ezt a programot, hogy ne lehessen látni, mert nyílegyenes felhők voltak, érted? Nyílegyenes felhők, mit tudom én, 100, 200, 300 kilométeren keresztül, érted? Széles nyílegyenes felhők. Széles nyílegyenes felhők nincsenek, nem létező dolgok, hogy nyílegyenes, széles, egyformán széles felhő, érted? És nyílegyenesen menjen. És akkor mit tudom én, nézegettük azt, hogy jé, a tengertől nincsig, szárazföldtől csík, érted? Tengerparton voltunk, és akkor a szárazföld fölött ott a csík, a tenger fölött meg nincsig, érted? És akkor megmagyarázzák, hogy ó, hát ezzel semmi gond nincs, az a rendes, ugyanolyan üzemanyag, mindig is húzták a repülők odafönt a csíkot. Persze, mindig is húzták, de ahogy mentek, mindig volt mögötte ekkora csík fönn ott a magasba, tudod, így láttad, hogy volt egy ennyi csík, azt utána szétoszlott. Most nem oszlik szét, végig van csík, és azt látni, hogy így szépen terjed el széltében. Na most, az egy anyag, az valami olyan anyag, aminek nem kéne ott lenni. Ha egy kicsit az ember utána néz, akkor vannak leírások ezzel kapcsolatban, hogy ez milyen anyag, hogy az állítólag azért csinálják, hogy visszaverje a napfényt. Állítólag, igen. Igen. És állítólag az valami fényes valami, hogy visszaverje a napfényt. Igen. Állítólag alumínium. Az alumínium az például a, ugye kiderült, hogy mikor vagy 14 évvel ezelőtt, nem, hány éve? 2005-ben az hány éve volt akkor? 19 évvel ezelőtt kiderült, mikor elkezdtünk egészséggel foglalkozni, hogy az alumínium az milyen káros az egészségre. Erre volt lomtanítás, összegyűjtöttem a nejem összes alumínium edényét, és akkor kidobáltam. Mariannak nem tetszett, de hát volt helyette másik, nem gond. De mindegy, ő ragaszkodott volna az alumínium medényekhez, én kidobtam az összeset. És hát lényeg az, hogy ugye erre meg azt olvasni, hogy valami alumínium akármi ott, az ott, ami van. És hát de bármi lehet, érted? De le alumínium legyen, felőlem tök mindegy, mi lehet. Annak nincs ott a helye. És az leszáll. Ahogy szétoszlik, az le is száll. Nem marad fönt, az előbb-utóbb leszáll. És érdekes módon azóta, mióta vannak ezek a csíkok, valahogy a növények hamarabb tönkre mennek, érted? Igen. Tehát nem maradnak úgy életben, mint előtte. Kiszáradnak, meg ilyenek. Elkezd a levelük kiszáradni, utána tehát hamarabb leszárad a levele, stb. Stb. Paradicsomot nem tudtunk termelni az utóbbi 10 évben, érted? Semmilyen szinten. Még izén sem, Dézsába. Még ott sem tudtunk termelni, érted? Egyszerűen kiszáradt. Lehet, hogy ha beraktuk volna valami eresz alá, akkor túlélte volna,
mint például láttam az egyik rokonomnál, hogy ereszalat volt a háztövébe a paradicsom, ez gyönyörű, szép volt, a kertben meg nem volt olyan szép, közel se. De lényeg az, hogy, most gondold végig, miket csinálnak. Tehát szánt szándékkal csinálnak olyan dolgokat, amik kifejezetten a lakosságnak rossz. Akkor mondok dolgot még itt az élelem táplálkozással kapcsolatban. Ugye nekem van több olyan rokonom meg ismerősöm, aki mezőgazdász. Tehát ami azt jelenti, hogy földművelő. Tehát gépeik vannak, stb. Stb. Tehát ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy nem lehet vetőmagot félrerakni és jövőre elültetni, hanem meg van határozva, hogy vetőmagot kell venni. Mert ha nem veszel vetőmagot, akkor nem adják az állami támogatást. Érted? Tehát a földművelőknek adnak állami támogatást, de csak akkor, hogyha vetőmagot vesznek. És képzeljétek el, már olyan vetőmagok vannak, hogy kihajt belőle a növény, és utána, ha elvetnéd következő évben, nem kell neki. Ezt kipróbálták, ugye, hogy mit tudom, egy részét megtartották, elvetették annak, amit vettek, ugye, előző évben, és nem kelt ki. Ez olyan, mint hogy nejem vett almát most a napokban, elkezdtem enni, mondom, hol a magja? Fia magja nem volt az almának, érted? Na most, tehát ugye nem esítik a növényeket. Tehát régebben ugye tényleg nem esítésről szólt a történet, tehát hogy nagyobb legyen, szebb legyen, stb. Stb. Nem akkorák voltak, mint most. És lényeg az, hogy most már, ha veszel mondjuk egy gyümölcsfát, és elülteted, azt veszed észre, hogy a gyümölcsfák jó részét kidobhatod, mert ha nem permetezed, mit tudom én, hány hete, akkor nem megy semmire, érted? Hány hetenként. Régen elültette egy gyümölcsfát, és akkor nem kellett azt permetezni, és szedted a gyümölcsöt. Van nekünk egy olyan szilvafánk, amit mondtam Mariam, hogy vegyek neki babarózsát. Ez nem most volt, ezelőtt 35 évvel. Vegyek neki babarózsát, mert hogy az volt anyósomnál, és akkor legyen otthon az udvaron. Vettem babarózsát, és szilva felett belőle. Ja, tényleg, komolyan. Elültettem babarózsának, és szilva felett belőle. Ugye, körülbelül ekkora szilvát terem, kéket így. Így ekkorát. Elég ilyen savanykás. És ilyen, vagy egy hónapon keresztül érik. Majdnem. És potyog. Potyog. És ugye csinálunk belőle, hát enni nem annyira jó, mert savanykás, de csinálunk belőle lekvárt. És én még nem találkoztam olyan lekvárral, ami ilyen gyorsan, vagy olyan gyümölcsel, ami ilyen gyorsan lekvár lenne. Tehát nem kell napokat főzni, érted? Hanem nagyon gyorsan lekvár lesz belőle. Most bontott föl egy 2014-es lekvárt. Süti be. Tök finom, érted? És finomabb, ugye szilva lekvár. Tehát vadszilva. Vadszilva. És finomabb, mint bármilyen más szilva lekvár, amit eddig csináltunk. De enni meg nem olyan jó, de lekvárnak kiváló, és pitty-putty kiföl, érted? Tehát magas ez a petting tartalma. Nem petting. Tudom. Petting.
Jó, direkt mondtam. Igen. Szóval, lényeg, hogy mondom, vadszilva az így működik, érted? 35 éves vadszilva. És rengeteg van rajta, azért azt mondanám, hogy rengeteg. Még olyan év nem volt, hogy ne lett volna rajta rengeteg. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nem győzzük felhasználni. Higgyed, utoljára ezelőtt vagy 8 évvel főztem pálinkát, és vagy 7 évig ott volt, meg se kóstoltam. Szóval, érdekes világban élünk. Na most, mit tehet az ember egy ilyen világgal? Mit lehet csinálni? Hát ugye két dolog van, illetve három. De igazából az embernek van két útja. Hát az egyik út az, hogy él, mint a többi átlagember. Ami azt jelenti, hogy egyre rosszabbul. Mit jelent? Nem anyagi szempontból rosszabbul, mert nem feltétlenül. Hanem érzelmi szempontból. Hangulati szempontból rosszabbul, érted? És ez nézd meg, ez tipikus. Tehát nézd körül, mi nagyon jól látjuk ezt, akik itt vagyunk a PPH-ban régóta. Hogy azóta, mióta itt vagyunk, hova jutottak az ismerőseink, érted? Elsősorban érzelmi szinten, de ide tartozhat még az anyagi szint is. Tehát az elmúlt időszakban a forintnak az aranyhoz képest inflálódása 43%-os volt az elmúlt egy évben. Bár lehet, hogyha most megnézném az elmúlt egy évet, több lenne, mert ugye a múltkor néztem, 6 hét alatt volt 15%. 6 hét alatt. Az aranyhoz képest 15%-os romlás. Én nem hiszem, hogy ennyi jövedelememelkedést tudnak produkálni az ismerőseink. Nem hiszem. Mert ugye az arany a standard. Akármit mondanak, akkor is arany standard van. Jó, tehát az aranyhoz kell viszonyítani mindent, az arany árához. És ahhoz képest romlás van, tehát az arany emelkedik, idézőjelben emelkedik, hát akkor a pénz romlott. Jó, nem az arany emelkedik, hanem a pénz romlott. Hát gondold végig, egy fém darab miért tudna emelkedni? Nem emelkedik, hanem a pénz romlik. Logikus? Nem? Ez miért érne többet? Az úgy ér többet, hogy kevesebb a pénznek az értéke. Világos voltam? Jó? És ehhez az érték csökkenéshez képest, de tök mindegy, hogy dollár, vagy font, vagy euró, vagy akármi, az aranyhoz képest mind csökkent. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy ha megnézzük még akár valutákat is, a valutákhoz is, a valuták is jócskán csökkentek az aranyhoz képest. Tehát jócskán. Ilyen több 10%-kal. Egy év alatt. 30. Igen, ilyen 25-30%-kal. Egy év alatt. Na most, nem tudom, hogy az ismerőseid vajon emelkedett a jövedelmük egy év alatt 25-30%-kal. Nem hiszem. Nem hiszem. Ami azt jelenti, hogy a legtöbb ismerősödnek tuti, hogy anyagilag is rosszabb a helyzete. Most egy évvel később, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, nyilván ha ugyanott dolgozik. Lehet, hogy közben elment egy olyan munkahelyre, ahol többet fizetnek, az egy más kérdés. De ha ugyanott dolgozik. Tehát nem elég, hogy érzelmi szempontból az emberek, hangulati szempontból az emberek rosszabbul élnek, hát még anyagilag is általában rosszabbul élnek.
És ebben nincs megállás. Ha valaki azt gondolja, hogy ebben lesz megállás, az óriási tévedésben van. Oké? Nincs megállás. Tehát az ember mit tehet? Mit tehet az érzelmi, hangulati romlással szembe? Hát, először is, ugye miért romlik az emberek hangulata? Mert több az elnyomás. Tehát ahogy romlik az emberek hangulata, úgy növelt az elnyomás. Oké? Tehát mivel növelik az elnyomást, az emberek hangulata romlik. És akkor azt gondolod, hogy nem növelik az elnyomást, hát az egy elnyomásnövelés, hogy rontják a pénznek az értékét. Nem tudom, világos-e. Oké? Az egy elnyomásnövelés, hogy egyre több rossz hírt közöl a média. Hogy neked rossz híred, rossz hírektől rosszabb kedved legyen. Érted? Tehát ez minden elnyomás, csak hogy tiszta és világos legyen. Jó? Tehát, hogyha, mit tudom én, kötsz valakikkel valamilyen megállapodást, vagy valakivel egy megállapodást, és ő nem tartja be, és ez neked hátrányos, az is egy elnyomás. Érted? Mit tudom, elmész egy munkahelyre, és a dolgozol, és nem fizetik meg teljes mértékben azt az összeget, amit meg kellett volna, az is egy elnyomás. Érted? Tehát ez mind elnyomás. Minden elnyomás, amit ha ővele tennék, akkor annak nem örülne. Nem tudom, világos-e. És ha veled teszi, de ő nem örülne annak, hogyha az vele történne meg, akkor az elnyomás. Világos ez? Jó, tehát az elnyomás nő, a jövedelem kevesebbet ér, mi a kiút? Mi a kiút? És ebben mondom, nincs megállás. Ha valaki, tehát ez nem pesszimizmus, nem tud megállás lenni. Tehát ez úgy működik, hogyha valakik szánt szándékkal generálják ezeket a dolgokat. Az azt jelenti, hogy ismersz olyan mondást, hogy vérszemet kapnak. Ismered ezt a mondást? Ezt a szót? Tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy még jobban csinálják. Ha lehet csinálni, akkor még jobban csinálják. Vérszemet kapnak. Márpedig lehet csinálni. Lehet csinálni, mert a lakosság nem szól semmit. Érted? Jó? Tehát lehet csinálni. Tehát vérszemet kapnak. A másik, hogy úgy alakul a demográfia, hogy egyre rosszabb és rosszabb lesz, mert egyre több embert kell eltartani, egyre kevesebb embernek a bolygón. Tehát egyre kevesebb dolgozik az egész bolygón. Az egész bolygón egyre kevesebb ember dolgozik, és egyre több embert kell eltartani. Világos ez? Ott, ahol a népszaporulatok vannak, óriási népszaporulatok, mint például Afrika és India, Dél-Amerikában is. Tudod, mit jelent? Azt jelenti, hogy születnek az emberek, érted? És nem születik annyi munka. Miért nem születik annyi munka? Hát a gépek megoldják. Világos ez? Hát gondold végig, hogy mondjuk én láttam gyerekkoromban, hogy mennyien arattak, mikor még nem volt kombány. Oké? Láttam, hogy mennyien kaszáltak kint. Százak kaszálták a mezőt, érted? És utána azt egy kombány megoldotta. Egy a százak munkáját. Egy. Érted? Ezt én még gyerekkoromban láttam, mikor kaszával arattak még az emberek. Jó, szóval, ugye a 60-as években még lehetett látni. Hála Istennek, egész szépen visszaemlékszem a gyerekkoromra. Nekem nem kellett a gyerekkoromat eltemetni. Jó?
Tehát lényeg az, hogy mi a megoldás. Tehát nem lesz jobb. Tehát mondom, az egész bolygón így van, hogy azok aránya, akit el kell tartani, nő. Az egész bolygó lakosságának a lélekszáma nő, és akit el kell tartani, az nő, és mondjuk, ha megnézzük a 30 évvel ezelőtti adatokat, ahol jóval kevesebb volt a bolygó lakossága, 30 évvel ezelőtt többen dolgoztak, mint most. Értitek? Tehát 30 évvel ezelőtt a bolygón többen dolgoztak, mint most a bolygón. És azóta a bolygó lakossága mondjuk kétszer annyi lett. Miből várod te azt, hogy jobb lesz? Ilyen adatok mellett. Miből? Honnan? Tehát mit csinálnak az emberek? Ugyanazt, mint eddig. Van egy szabály, amit itt tanulunk. Hogyha romlik a helyzet, változtatnod kell. Ez egy szabály. Érted? Ha minden rendben van, van egy másik szabály, ha minden rendben van. Ne változtass. Ez egy szabály, érted? Ha minden, oké, ne változtass. Ez a szabály. De hol a minden, oké? És mit változtatnak az emberek? Többet mennek nyaralni. Még rosszabb helyzetbe kergetik magukat. Érted? Nem vicc, komoly. Mert kiadás a nyaralás. Ott van Újpalota, mi Újpalotától egy olyan kilométerre lakunk. Ott van Újpalota, ott lakik 45 ezer ember. Azon a lakótelepen. Az nem kevés. Ugye Budapest egyik legnagyobb lakótelepe. És mellette ott van a két olyan terület, ahova lehetne menni kirándulni. De nem mennek oda kirándulni. Erdős rész. Nem mennek oda. Olyannal mennek, ahova autóval kell menni. Érted? Miért? Hát, hogy minél több pénzt fizessenek. Hát csak azért, hát miért? Hát gondold végig, a háború utántól addig, míg a tévéket nem vezették be. Tudod, mit csináltak az emberek? Mondhatod azt, hogy nem is volt autójuk. Tényleg nem volt. Fogták, és a nagy parkokba mentek ki. A közelükbe lévő nagy parkokba. Hát ezért csinálták meg a Városligetet és a Népligetet. Éppen ebben a műsorban olyan visszaemlékezés is volt, 16-ban készült felvételnél, amiről beszéltem az elején, hogy az egész Népliget gyakorlatilag egy focitér volt. Grund. És a Puskásék, az aranycsapat, meg az előtte lévő generációk, amelyik szintén másodikok voltak a VB-n, csak erről nem nagyon tudunk, a 30-as években volt, hogy másodikok voltunk a világbajnokságon fociba. Ezeken a grundokon fociztak, érted? Ingyen. Most beadod a gyerekedet focizni pénzért. Érted? Pénzért. Ott ingyen fociztak. És minden fiú ott focizott. Érted? És akkor szóba került az, hogy egész nap fociztak. Mint én is. Az utca végünk, amikor fölépült Újpalota, ugye én akkor is Palotán laktam, fölépült Újpalota, építettek egy dühöngöt. Ugye az azt jelenti, hogy aszfaltozás, akkora volt, mint egy kézilabdapálya, mi ott fociztunk, és nagy kerítés oldalt. Ott fociztunk. Volt, hogy kimentünk 10 órakor, és még sötétben nyáron fociztunk, érted? Képesek voltunk 12 órán keresztül focizni egy nap, érted? És minden este mentünk focizni. Minden este. Iskola után, illetve leszke után. Hát nyilván nem rossz időben, rossz időben, meg télen sem mentünk természetesen. De ősztől tavaszig. Nem, fordítva. Tavasztól őszig. És nem számít, hogy volt 34 fok, érted?
akkor is fociztunk. Már nem csinálnak ilyeneket a gyerekek. Hát persze, hogy lett egy aranycsapat, több aranycsapat is gyakorlatilag, ugye a, egészen a 60-as évekig, vagy 70-es évek elejéig. Miért? Mert még voltak grundok, ahol lehetett focizni. És nem volt számítógép. Érted? Jó, tehát, és erről is beszélgettek egy kicsit. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hogy fog alakulni az életed. Tehát most egy ilyen világban élünk, ahol van két nagyon fontos szabály. Ha minden rendben van, ne változtass. Ha nincs minden rendben, változtatni kell. És mit változtatnak az emberek? Többet költenek. Avval még nagyobb bajt okoznak maguknak, hogy többet költenek. Van, akik a, meg az a szórakozás, hogy elmennek a plázába és költ. Érted? Hát már vannak olyanok is, hogy már van ilyen szenvedély, ez a, van erre egy kifejezés, ez a plázázásra, mert szenvedélyé válik a plázázás. Ez, hallottál már erről? Ez már régóta van ez. Ez a, nem, benne van ez a pláza szó, benne van. Nem, nem tudom, de a neten meg tudod nézni. Ez, a, ez egy szenvedély, és a pláza szó benne van. Tehát az a szenvedély, hogy megy és költi a pénzt, érted? Egy olyan világban, ahol, ahol ugye sokkal több mindenre van lehetőség, mint régen, ezért sokkal több a csábítás, mint régen, az emberek el is csábulnak rendesen, de még rosszabb helyzetet alakítanak ki maguknak. Akkor mi a megoldás? Nézzük meg, mi a megoldás. Tehát, amikor én elkezdtem teljesen idegen képzésekre járni, úgy idegen, hogy én nem voltam benne azokban, semmilyen szinten. Ez ugye a 90-es évek vége, onnantól kezdődött, és az azt jelenti, hogy azok független, hozzám képest, és abban én voltam, ahhoz képest teljesen független előadók voltak, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy, hogy semmi különösebb érdekük nem fűződött ahhoz, amiket mondtak. Nem tudom, világos-e. Mert elmész mondjuk egy szervezetnek a képzésére, akkor ott a szervezeten belüli előadóknak van érdekük abban a szervezetben, ezért ugye nem teljesen azt fogják mondani, ami neked teljesen jó. Jó? Na most, tehát én egy csomó olyan rendezvényen voltam, előadáson voltam, ahol teljesen hozzám képest teljesen független előadóknak az előadásait hallgattam. És akkor már a 2000-es évek elején mondták, hogy egy olyan világ felé haladunk roham tempóban, hogy a családokban a válások miatt nagyon sokan bajba lesznek, egyedül maradnak, mert az is egyedül, tehát az nem párkapcsolat, ha nem éltek együtt, az csak kapcsolat. Világos? Tehát ha nem éltek együtt, nem bútoroztatok össze, tehát ha nem minden nap együtt vagytok, érted? Az csak, ha nincs meg ez, akkor az csak kapcsolat. A párkapcsolat az, hogyha együtt éltek. Világos? Jó. Na és hát ugye elmegy olyan irányba a világ, el fog, azt tanították akkor, hogy el fog menni a világ olyan irányba, ahol inkább kapcsolatok lesznek, mint párkapcsolatok. Érted? És onnantól, mikor a világ elindul e felé, az embereknek ugye szükségük lesz a társra, társaságra, ezért közösségeket fognak létrehozni. Akkor mondták ezt, mikor még nem volt IVIV, nem volt Facebook, meg semmi ilyesmi. Érted?
Már akkor tanítottak ilyeneket. Azóta lettek virtuális közösségek, meg rengeteg más egyéb közösség. Szekták, stb. Stb. Jó? Hát mi nem szekta vagyunk. Szóval, azért, mert az embereknek szükségük van a közösségekre. Érted? Tehát szükségük van. Régen volt falu közösség, ahol az emberek találkoztak, érted? Mentek a kultúrházba, hétvégén mentek, mentek moziba, mi mentünk vidéken lenne, ugye, amikor len voltam a rokonságnál, diszkóba, érted? Hétvégén. Az emberek együtt voltak, érted? Most ezek átalakultak, már ilyenek nincsenek. Mentünk bálokba, érted? Már bálok sincsenek, nincsenek. És hát ezért ugye elindulnak a különböző közösségek. Igen ám, de milyen célra? Ez a kérdés. Milyen célra indulnak el? Nekünk van egy közösségünk, úgy hívják, hogy PPH. Problem Prevention Holding, mint látjátok. Ez egy közösség. De ennek a közösségnek van egy teljesen különleges célja. Nem is célja. Küldetés. Ez nekünk nem cél. Küldetés. Az, hogy létrehozzuk a bolygón a szeretetkort. A bolygón. Érted? Hát most azt mondod, hogy ez túl nagy falatnak tűnik. Egyetértünk. Azért csináljuk, hogy ez megvalósuljon. És megvalósuljon azzal, akivel lehet. Ahhoz, hogy világos legyen, egy pár gondolat, jó? Ki az, aki hisz olyanba, hogy teremtő? Tegye már fel a kezét. Jó? Oké. Köszönöm. Akkor másik kérdés. Ki az, aki hisz abban, hogy nem csak egy életünk van, meg volt, érted? Hanem volt előtte. Oké. Jó. Na most. Én nem hiszek ebben, van egy ilyen különbség, hanem tudom, hogy ezek létező dolgok. Jó? Tehát tudom. Ugye ez egy különbség esetenként. Szóval, miért fontos, hogy ezzel tisztában legyünk? Mert ha azt gondolja az ember, hogy az embernek egy élete van, akkor tök mindegy, milyen életet él. Érted? Akkor tök mindegy. Én nem akarok senkit megváltoztatni arra, hogy higgyen abban, hogy nem egy élete van. Na most, ha nem egy életünk van, akkor hogy kerülünk vissza? Jó kérdés, nem? Ahhoz, hogy visszakerüljünk, ahhoz meg lenni kell felsőbbrendű lényeknek, nem lénynek, lényeknek. Oké? Tehát ez is teljesen világos. Tehát akik rendezik azt, hogy visszakerüljünk. Világos? Tehát most gondold végig, hogy van egy lélek benned, amely a születéseddel bekerül, és haláloddal kikerül. És gondolod azt, hogy az a lélek, az tudja azt, vagy tudta azt, amikor leszületett magától, hogy nem kellett szervezni, hogy hova szülessen, mikor szülessen, milyen életet éljen, stb. Stb. Érted? Tehát közvetlen leszületés előtt. Mert mondjuk mondhatod azt tudatlanul, hogy esetleg az ember kimegy a lélek, és beszületik éppen egy új születbe. És akkor ott mit csinálnak a lélekek? Veszekednek, hogy kiszülessen abba a
Vagy hogy gondolod? Tehát egy baromi felsőbbrendű szervezésnek kell lenni, hogy ebből ne legyen káosz. Nem az emberek csinálják, te láttál már olyat, hogy az emberek megcsinálják, van olyan technológiájuk, hogyha kimegy belőlünk a lélek, akkor majd megszervezik, hogy hova szülessünk. Nem. Tehát, ami azt jelenti, hogy rögtön következik ebből a két dologból mind a kettő, egymásból következik, érted? Hogy felsőbbrendű lények nélkül nincs újraszületés. Oké? És ha van felsőbbrendű lény, akkor van újraszületés. Ez logikusan egymásból következik. Na most, ezt miért mondtam? Nagyon egyszerű. Mert akkor ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit csinálunk most. Tehát egy tanítás, jó? Mindenki azt kapja az életében, ez nagyon durva tanítás lesz, jó? Amit érdemel. Még egyszer mondom. Mindenki azt éli, azt kapja az életében, amit érdemel. Ha elfogadod ezt, ha nem elfogadod el, ha az ego tiltakozik ellene, akkor is így van. Világos voltam? Jó? Na most, ha ebben az életünkben mindent úgy kapunk, ahogy érdemlünk, akkor gondold végig a következőben, nem? Már a leszületésed, a következő leszületésed is nem arról fog szólni, hogy azt kapod abban az életedben, amit megérdemeltél ebben az életedben. Jó, de azt mondod, hogy jó, van még nekem a következő élet, leszarom. Oké. Hát de ez az életed is itt van. És mindenki azt kapja a saját életében, amit érdemel. És én azért tudom ezt, mert tudom, hogy így van, mert megtapasztaltam. És lehet, hogy egy 20 éves még nem tapasztalta meg. Képzeld el, én 63 évesként megtapasztaltam. Érted? Hogy az ember azt kapja, amit érdemel. Na most. Most gondold végig. Van egy nehezülő világ. A legtöbb ember ebben a nehezülő világban figyelmen kívül veszi azt a szabályt, hogyha nehezül az életkörülményed, változtass. Miért veszi figyelem ki? Mert nem tudja, hogy van ilyen szabály. De tudjuk jól, hogy a szabályok nem tudása az nem mentesítő körülmény. Jó, tehát nem jelent semmit, hogy valaki nem tudja. Tehát az embernek változtatni kellene, de nyilván, ha rossz felé változtatunk, akkor még rosszabb lesz az életünk. Nyilván jó felé kellene változtatni. Nem? Logikus, nem? És vajon az mennyire jó változtatás, hogy elkezdek tudatosodni? Vajon az rossz változás, hogy valaki elkezd tudatosodni, és elkezd tudatosan gondolkodni, tudatosan cselekedni, tudatosan dönteni? Az rossz választás? És a tudatosodáshoz megnézzük, van egy pár életterületünk. Nem sok, mindjárt rámegyünk. Jó, tehát van egy pár életterületünk. Pontos száma van ennek, 10 életterületünk van. Ez a 10 életterület, ez meghatározza az érzelmi hangulatodat. Tehát az, hogy jó hangulatú legyél, vagy ne legyél jó hangulatú, attól függ, hogy ezeken a területeken mennyi problémád van.
minél kevesebb a problémája egy embernek ezen a területen, annál jobban érzi magát. Vagy minél kisebbek azok a problémák, amik vannak ezen a területen, neki, hát annál jobban érzi magát. Nyilvánvaló. És ellenkezőleg is igaz természetesen, hogy annál rosszabbul érzi magát. Na most, nem kellene ezeken a területeken tudatosodni? És akkor azt gondolják egyesek, hogy egy terület az egy hétvége. Mert ugyanis vannak olyan képzések, hogy azt mondják, hogy na megtanulsz azon a területen bánni, kétnapos képzés. Voltam sok képzésen életemben, milliókat fordítottam a saját képzésemre, szó szerint is. És nem lehet megtanulni így az ember. Az életében fontos dolgokat nem tudja így megtanulni. Szóval, itt van 10 terület. Nem tudom, körülnéztél-e már, hogy hány olyan szervezet van a bolygón, amely mind a 10 területre megfelelő mennyiségű tudást tud nyújtani. Van. Egy. Van egy. Tehát hány olyan van? Egy van. Azt úgy hívják, hogy PPH. Igen. Igen, de éppen beszélgettünk, mielőtt ugye kezdődött az előadás itt valakivel, hogy nagyon sokat tanult már itt ott, és hát nem vette igazából nagyon hasznát az itt ott tanulásnak. És mikor nem tudja az ember a tanulásnak hasznát venni? Ha nem tudja gyakorolni. Tehát nem tudja gyakorolni. És az ember valamit nem tud gyakorolni, akkor ez elfelejti. Hát a szakmádat is kitanultad, még csináltad, és utána nem gyakorlod a szakmádat, hiába csináltad, akkor is ugye a képességeid abban a szakmában csökkennek. Ez nem kérdés. Tehát ez egy természetes jelenség. Tehát ahhoz, hogy az ember a tudását hasznosítsa, ahhoz kell gyakorlási terep. Na, akkor hány olyan szervezettel találkoztál a bolygón, amely tanítja ezeket a területeket, és ad gyakorlási terepet is? Hát egyet találhattál, így van. Ez megint csak arra azt lehet mondani, hogy egy van, ez a PPH, nincs több. Oké? Nekünk az a szolgáltatásunk, hogy megtanuld ezeket a terepeket és begyakorold, érted? Ez a szolgáltatásunk. És ebben vannak ilyen területek is, hogy munka, pénz, ha megnézed, mert az is a boldogulás egyik része. És az azt jelenti, hogy nem tudom mi a munkád, nem tudom évről évre mennyivel keresel abban többet, de itt akik pénzt keresnek a PPH-ból, azoknak nagyobb mértékben emelkedik jóval a havi az éves jövedelmük, akik dolgoznak a PPH-ban, mint amilyen mértékben az aranyhoz képest csökken a pénz értéke. Tehát, ha az ember mondjuk az aranyhoz képest több jövedelmet szerez évente, akkor az életszínvonalan nő. Érted? Ha fordítva van, akkor az életszínvonal csökken. Szóval itt a PPH-ban ezt a részt is meg lehet oldani. Nyilván ez azt jelenti, hogy az emberek valamilyen főtevékenység mellett kezdik el. Miért? Mert ahhoz, hogy főtevékenységbe végezhesse az ember magát, a PPH-t, ahhoz ugye arra van szükség, hogy legyen egy komolyabb csapata. Tehát mit jelent a komolyabb? Egy komolyabb létszámú.
csapat. És mivel ez az összes terület, megnézed, emberekről szól, kivétel a tízes, hát az embernek emberekre van szüksége, hogy gyakoroljon. És hogy lehet itt ezt a részt kielégíteni, mondjuk a munkát meg a pénzt, ezt a kettőt? Tehát a hatost meg a hetest. Van, mint az imént említettem, az a szolgáltatásunk, hogy rendszeresen, hetente kétszer képzünk embereket. Az azt jelenti, hogy minden szerdán és minden vasárnap. Havonta egy vasárnap hosszabban. Tehát akkor nem este, hanem mondjuk, hogy egész napos. Nyilván alvás helyet nem képzünk. Jó? Jó, tehát délelőttől estig. Jó, az havonta egyszer. Ez a szolgáltatás. Jó? És vannak rendezvényeink, ahol az emberek részt vesznek, mert egy közösségben vannak, a közösségben részt veszünk. A Facebook az egy virtuális közösség. Nekünk nem virtuális a közösségünk, hanem személyes. Világos? Ahol az emberek hetente kétszer részt tudnak venni. Sőt, részt tudnak venni azon a nagy rendezvényünkön is, az egész naposon. Ott is részt tudnak venni. Ott vesznek részt a legtöbben. De most is, ha megnéznék, mennyien vesznek részt a világban itt az ilyen jellegű rendezvényeken, akkor lehet, hogy azt mondanánk, hogy majdnem annyian, mint a szemináriumon. Szóval, ez azt jelenti, hogy egy közösség tagja lehet az ember. Egy olyan közösség, amelynek van egy küldetése. Azért kell szeretetkort létrehozni. A szeretetkornak az a függvénye, hogy az emberek ezeken a területeken boldoguljanak. Érted? Az a függvénye a szeretetkornak, hogy ha az ember boldogul, akkor képessé válik arra, hogy együttműködjön másokkal, akár későbbiek folyamán, feltétel nélkül. Tehát egy szeretett korszakban. Most gondold végig, melyik a jobb. Ez a korszak, ahol az emberek magukba fordulnak, vagy már magukba fordultak, vagy egy olyan korszak, ahol az emberek szeretik egymást, és alig várják, hogy találkozzanak. Szerinted melyik a jobb? Hm? Jó? Gondoljátok végig. És ugye beszéltem arról, hogy a fentiek rendezik a születést. De a fentiek rendezik a halált is, ha kell. Láttál már hirtelen halálokat? Az összes hirtelen halált ők idézték elő. Jó, azt jó, ha tudod. Mondom az összest. Nem a betegségekről van szó. Már az a betegség, az mondhatjuk azt, hogy a helytelen működés következménye. Jó? De a hirtelen halálokat. Ami azt jelenti, hogy a jövő arról szól, hogy az embereknek be kell teljesíteni, amiért itt vannak a Földön. És ez a beteljesülés azt jelenti, hogy mindenki küldetéssel született. Neked küldetésed van. És ha nem a küldetésed felé haladsz, és nem teljesíted be a küldetésedet, akkor bajba leszel. Csak hogy tudjuk, hogy miért vagyunk itt, hogy visszakerülhessünk oda, honnan jöttünk. Nem emberi létformában, hanem egy felsőbbrendű, isteni létformában. Onnan jöttünk, isteni létformából jöttünk, és isteni létformába kellene tartani. De ahhoz tudásnak kellene lenni, mert addig nem szakadhatunk el az emberi létformától, amíg nem tudunk kellő különbséget tenni, határozott különbséget tenni a jó és a rossz különböző verziói között.
És az ember él bebugózva, hol tanulja meg a jó és a rossz között a határozott különbséget? Hol? Mikor? Nyilván az emberek azért bugoznak be, és azért nem mennek emberek közé, mert nem tudnak működni jól, hogy bánjanak az emberekkel. De az ember tanulja az emberekkel való bánásmódot, akkor sokkal jobb emberek közt lenni, mint egyedül. Sokkal jobb. Tehát a jövő, ha valaki azon aggódik, de hát mennyi a rossz ember, itt nem lesz jó világ semmi, szeretném elmondani, hogy hirtelen halálban nagyon sokan fognak meghalni a jövőben. Oké? Mert a hirtelen halálok felelőse a fentiek. Kivonják az élők sorából, mert semmi értelme, hogy tovább éljen. Világos voltam? De most még a rossz emberekre sajnos szükség van, hogy a jó emberek észbe kapjanak. Azért. Szó szerint azért. Jó? De hát nem ezért kellene észbe kapni, mert rossz az életed, hanem azért, hogy beteljesítsd a küldetésedet. És ahhoz tudunk segítséget nyújtani, hogy neked mi a küldetésed. Szóval, itt van egy közösségünk, ahol megtanulhatsz mindent ezekről a területekről. A lehető legkedvezőbb feltételekkel. Akkor a jövőben a szervezés és, tehát a tanulók szervezése és a szervezők vezetése, a tanulókat nem kell vezetni. A szervezőket kell vezetni. A szervezők vezetése, ez egy munkafeladat, amit szintén tudsz itt tanulni. Oké? És akár ezreket vezethetsz a jövőben. Érted? Etikusan, mert megtanulod. És gyakorlatilag lehet annyi jövedelmed, ami akár sokszorosa annak, amit most jövedelemként keresel. Oké? Tehát ezen a bolygón, hogy az egész szociális ember mennyiségnek, ami 6,4 milliárd ember, bekerülhessen a szeretett korba, 320 millió tanítóra lenne szükség. De ne azon a szinten képzeld el a tanítást, mint amit én csinálok, hanem egy kisebb szinten, egy alacsonyabb szinten. Az azt jelenti, hogy segítesz neki abban, hogy az élethelyzeteit megoldja. Érted? Nem megoldott helyette, hanem tanáccsal és figyelemmel kísérve segített, hogy megoldja az élethelyzeteit. Ennyi. Érted? Tehát lényeg az, hogy 320 millió emberre van szükség, aki tanító lenne. És akkor juthatna be az aranykorba itt a Földön 6,4 milliárd ember. Amennyivel kevesebb lesz a tanító, annyival kevesebb lesz, aki bejut az aranykorba. Ennyi a feltétel. Oké? Jó? És a szervezőkből lesznek a tanítók. Nem tudsz elképzelni? Mondjuk, ott van a Facebook, csak egy közösségi portál. Ugye az a legismertebb.
Ott vannak az ismerőseid a Facebookon. Nem tudsz elképzelni azok közül mondjuk 20-at, 30-at, 40-et, 50-et, hogy itt tanulja. Hát ha nem tudod elképzelni, akkor nem is lesz sose. Na ott kezdődik, hogy te mit tudsz elképzelni. Oké? Hát nem 30, 40, 50 ismerősöd van a Facebookon, vagy ha csak ennyi van, akkor gondoskodj arról, hogy legyen több. Ennyi tanuló, érted? És ebből megtudod. Hát nézd meg, ha visszaosztod a 640 vagy a 6,4 milliárdot 320 millióval, 25 fő jut egy tanítóra. 25. Nem sok. Érted? Nekem több mint 300 közvetlen tanulom van. Több mint 300. Tehát nem 25-ről beszélünk. Oké? Közvetlen. Akiket mi szerveztünk. Oké? Jó, tehát gondold végig. Itt van egy lehetőség, hogy élsz vele, nem élsz vele. Te döntésed. Mi itt vagyunk, rendelkezésedre állunk, hogyha szeretnél élni ezzel a lehetőséggel. Ha úgy látod, hogy ez nem neked való, akkor azt is el tudjuk fogadni, nehogy azt hitt, hogy nem. És akkor örültünk, hogy megtiszteltél minket jelenléteddel. Köszönöm szépen a figyelmedet, csinálunk most 30 perc szünetet. Szeretlek benneteket, sziasztok!